Sziasztok, Ungvári Krisztián vagyok. A legutóbbi podcastunk Kiss Rigó László püspökről és az állambiztonságról szólt. A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy nem lenne haszontalan egy komplex sorozatot indítani erről a kérdésről. Ennek több oka is van. Nem csak azért, mert érdekli az embereket a múlt. Nem csak azért, mert nem mindegy, hogy a pufajkás ugye viselt pufajkát, de a tégla nem viselt téglát. Nekünk viszont jogunk van tudni a közszereplőkről azt, hogy milyen a múltjuk. És a legfontosabb pedig, aki hazudott a múltban, az feltehetően hazudik a jelenben is. Ez a szempont pedig kifejezetten fontossá teszi, hogy tisztában jöjjünk azzal, hogy kik is azok a közszereplők, akik ma Magyarországot irányítják, illetve akik az utóbbi 30 évben ezt az országot meghatározták. És itt jön a képbe Martonyi János. Martonyi János egy igen fontos személyiség. Két cikluson keresztül is külügyminiszter volt, magyar polgári értékek ikonjáról beszélünk, a Fidesz egyik legfontosabb politikusáról. És tudni kell, hogy Martonyi János tehát egyrészt nem akárki, másrészt az ő esete egészen különleges az ügynökügyek világában, ugyanis hiába van bírói ítélet róla, hogy ő nem volt ügynök. Itt, ebben az adásban mégis kimerem jelenteni, hogy Martonyi János mind jogi, mind történeti értelemben is hálózati személy. Az a bírói ítélet ugyanis, amely őt felmentette, és súlyos jogi tévedésen alapul. Nézzük azonban a tényeket szépen sorjában. Először is az, hogy hálózati személy és ügynök, ezek formálisan szinonimák. Van egy harmadik szó is, a besugó. Ez egy értékítélettel telített szó, mert azt is jelzi, hogy az illető nem csak kapcsolatban volt az állambiztonsággal, hanem ezt aktívan ki is használta. Martonyi Jánosra egyébként ez a kifejezés is pontosan illeszthető. Leírja azt, ahogy ezt a kapcsolatot kezelte. Martonyi János, gondolhatnánk, hogy a kommunizmus üldözötte volt, hogyha csak saját megszólalásait nézzük, hiszen a polgári értékeket képviselte. Ehhez képest azonban először 1965-ben utazott nyugatra, 1979-től pedig gyakorlatilag végig külszolgálatot teljesített, mindezt a kommunizmusban, és 1988-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba is, tehát egy igazi marxista elkötelezettségű emberről van szó. Vagy csak egy olyan emberről, aki mindig a hatalom kedjeit kereste? Ezt döntsék el a nézők. Azonban a döntés megkönnyíti az, hogyha azt nézzük, hogy mit csinált 1989 után, mert első posztja a privatizációs kormánybiztos lett, majd 1991 és 94 között a külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Tehát mindig a napos oldalon állt. 2018-ban, ez már azért nem olyan régen volt pedig, a Korvin Láncot, 2022-ben pedig a Magyar Batthyány Alapítvány Batthyány díját kapta meg. A Korvin Lánca külön ki kell térni, mert elvileg ezt azoknak a személyeknek kellene kapniuk, akik a tudomány területén teljesítettek valami egészen rendkívül. Itt egy nagyon-nagyon ritka kitüntetésről van szó. Martonyi János a tudomány területén nem teljesített azonban semmit. A Fidesz szolgálatában azonban igen sokat. A bírói ítéletekben általában az szerepel, és itt konkrétan Martonyi esetében is a bíróság úgy ítélkezett, hogy Martonyi János nem nevezhető ügynöknek, bár fedőnéven jelentést adott, és ezért anyagi ellenszolgáltatásban részesült. A 2003 évi 3-as törvény az, ami definiálja azt, hogy ki nevezhető ügynöknek, azaz hálózati személynek. Hálózati személy az, aki egy, titokban, fedéssel és fedőnévvel jelentést adott, vagy kettő, ilyen jellegű beszervezési nyilatkozatot írt alá, vagy három, ilyen tevékenységért előnyben részesült. Martonyi János a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökének beszédéből szeretnék most idézni egy mondatot. 2006. január 29-én mondta ezt Orbán Viktor évértékelő beszéde előtt. Idézet. Az igazi kérdés azonban az, hogy ki hisz még a magyar kormánynak, hol van, hova lett a szavahihetőségünk, a hitelünk. Márpedig akinek hitelre van szüksége, annak ügyelnie kell arra, hogy szavainak is legyen hitele, tehát nincs hitel hitel nélkül. Idézetbe zárva.
A Martonyi történet ugye azzal kezdődik, hogy ő 1965-ben ösztöndíjasként nyugatra távozhat, majd 1968-ban konkrétan megtörténik a beszervezése. Ennek a beszervezésnek során a tartótiszt alapvetően a 65-ös útjáról kérdezte őt. Martonyi János a bíróság előtt azzal védekezett, hogy ő úti beszámolót adott. Ez az úti beszámoló ugye munkaköri kötelessége mindenkinek, megjegyzem, én is írtam úti beszámolót, csak az az érdekes, hogy amikor én írok úti beszámolót, akkor nem fedőnéven szoktam ezt írni, nem egy állambiztonsági tiszt gépkocsijába adom le az úti beszámolót, hanem a munkai főnököm kapja meg, és ezért nem kapok anyagi ellenszolgáltatást. Martonyi János azonban kapott. Nézzük meg, mit írt Martonyi tartótisztje, Jójárt István százados Martonyi János hozzáállásáról az állambiztonsági munka kérdésében. 1968. Egyrészt leírta azt, hogy a találkozókat konspiráltan bonyolítják le, azaz titokban. Másrészt leírta azt is, hogy Martonyi János készségesen, mindenféle hezitálás nélkül ad mindenféle információt, és pontosan ezért 600 forint jutalomban is részesítette őt. Ez a körülmény már önmagában megalapozza azt az állítást, hogy Martonyi János hálózati személy, azaz ügynök volt. Nézzük meg, milyen dokumentumok vannak erről a kérdésről. Egyszer a 3/1-es csoportfőnökségnek, azaz a hírszerzésnek van egy naplója, és ebben a naplóban rögzítik azt, hogy kik a hálózati személyek, és róluk milyen dossziékat nyitottak, illetve ezeket a dossziékat kikezeli. Martonyi János esetében a napló kivonatát ismerjük, és ebből azt tudhatjuk, hogy Martonyi Jánosnak vannak dossziéi, ezeket nyilvántartották. Emellett létezik egy Mágnesszel a kivonat is. Martonyi Jánosnak két fedőneve is van. Magasdi, illetve Marosvásárhelyi. Ez azzal függ össze, hogy a hírszerzésen, illetve a kémelhárításon belül, amikor valaki csoportfőnökséget váltott, akkor mindig új fedőnevet is kapott, és Martonyi János dolgozott a hírszerzésnek, dolgozott a kémelhárításnak. Összesen 19 évig volt rendszerben. És hogy mennyire nem volt ez szükségszerű, erre egy paralel példát tudok mondani, Juhász Endre esetét, aki szintén Brüsszelben volt, a kiküldött, mint magyar diplomata, Juhász Endrét is megpróbálták beszervezni. A beszervezők nagyon óvatosak voltak, tudták, hogy Juhász Endre egy tényleg polgári értékeket valló személy, és valószínűleg nem az a önkéntes besugásra könnyen kapható ember, ezért csak óvatosan pendítették meg, hogy beszélgetni szeretnének vele, hogy információt akarnak kapni. Juhász Endre közölte, hogy ő csak azt az információt tudja nekik odaadni, amit a munkai főnökeinek is ad, és hogyha mást kérnek tőle, akkor ő nem megy Brüsszelbe. Ezek után azt gondolták, hogy november 7-én, ami akkor ugye egy ünnepnap volt, a nagy októberi szocialista forradalom ünnepnapja, ezt most már a mai fiatalság nem tudja, akkor azonban ez egy pirosbetűs ünnep volt, hogy Juhász Endrének pénzjutalmat adnak. Juhász Endre a pénzjutalmat felháborodottan utasította vissza, arra hivatkozva, hogy ő csak a munkai főnökétől fogad el pénzjutalmat, és hogyha őt meg akarják jutalmazni, akkor azt adják a főnökén keresztül. Az állambiztonsági tiszt némileg zavartan írta le, hogy korábban Magasdi elvtárssal nem volt ilyen probléma. Ez Martonyi Jánost jelenti. Tehát ő ezek szerint november 7-én minden további nélkül az állambiztonságtól is elfogadott pénzjutalmat. Martonyi János kapcsán érdemes elemeznünk magát a bírói ítéletet is. A bíróság alapvetően nem arra szokott létrejönni, hogy megoldjon olyan problémákat, amit a társadalom egyébként nem tud megoldani, amit a jogalkotó egyébként nem kíván megoldani. És ez a leginkább ezekben az ügynökperekben volt nyilvánvaló. A bíróság ugyanis azt mondta, hogy ezekben az ügynökügyekben csak az a biztos, hogy semmi se biztos. Talán igen, talán nem. És ezért, mivel semmi se biztos, nem lehet kétséget kizárólagos bizonyosságra szert tenni, ezért nem mondható senkiről se az, hogy ügynök, és így született az az egészen elképesztő ítélet, hogy azt a valós tényt, hogy Martonyi János fedőnéven állambiztonsági tisztnek konspiráltan jelentést adott, és ezért anyagi jutalomba részesült, nem lehet úgy nevezni, hogy ő ügynök volt. Mindez nem csak a magyar jogszolgáltatásnak a szégyene, a nagyon csúnya kudarca is, hanem mutatja azt az elképesztő erkölcsi romlást,
ahova a társadalom jutott, amelyik igazából már a szavak kiforgatásából él. És azért fontos ezt elmondanunk, mert Magyarországon jogállam van. De a jogállam nem lesz másmilyen, mint azoknak a lelke, akik ezt a jogot létrehozzák, és a bíróság nem lesz hajlandó, és nem is lesz képes arra, hogy korrigálja azokat a hibákat, amit egyébként a jogalkotó szándékosan hoz létre. Az az állítás, hogy az a biztos, hogy semmi sem biztos, az valójában a színtiszta nihilizmus. Abból, amit tudunk, teljesen egyértelmű, hogy itt egy hosszú, készséges és önkéntes együttműködés volt, mindenféle zsarolás nélkül. Mi ennek az ügynek a jelentősége ma? Ahogy említettem, az, aki hazudik a múltról, az hazudni fog a jelenéről is. Az a politikai párt, amelyik ezeket az embereket rendszerben tartja, minden elképzelhető díjjal kitünteti és saját arcának vállalja fel, az feltehetően nem csak az állambiztonsági múlt feltárásába mond az állampolgároknak valótlant. Ezt érdemes mindenkinek végig gondolni akkor, ha a történelemről beszél. Mert a történelem, a múlt mindig a mának szól. Köszönöm a figyelmeteket!